Ajándék volt az október számunkra az időjárás szempontjából, nem volt ilyen napsütésből, és az ősz gyönyörű színeit is sokáig csodálhattuk. Sőt, még november elején is volt néha 25 fok is akár. Beszélgetünk majd erről, de egy tehetséges BMX versenyző is érkezik ma hozzánk. Így van is, ahogy Csenge említette, hát az időjárásról lesz most egy kicsit szó. És hát ki más jöhetne most, mint Bakota Zsolt állandó meteorológusunk. Szerbusz Zsolt! Gyönyörű volt ugye ez az október, mint ahogy Csenge is említette, sőt még a november is, mondhatjuk így, az első fele. Igazából kaphattunk mi hideget, meleget. Történelmet írt most az időjárásunk? Sziasztok, és köszöntöm a kedves televízió nézőket, így november 12-én pénteken az esti időszakban. Az első kérdésetekre már is, hogy választ adjak, hogy miként alakult az október, illetve a november első napjaiban lévő időjárási légköri helyzetünk itt hazánkban és a Kárpát-medence területén. Nos, hát az október azért meglehetősen rapszódikus és szürreális lépéseket, illetve palettát tárt elénk a légköri szituációt nézve, hiszen azért gyakorta pillanatokat éltünk meg a 20 fok feletti indián nyárból és a verőfényes, zavartalan napsütésből, majd jött hirtelen az éles váltás, amikor is egy ilyen melegebb advekciót követően egy markáns hidegfront ért el hazánk területét, és ez bizony, ez a markáns hidegfront járt csapadékkal, gyakran erős viharossá fokozódó északi-északnyugati széllel, és bizony 24 óra leforgása alatt igencsak éles váltás következett be a hőmérsékleti viszonyok tekintetében, ugyanis még, mint ahogy azt az előbb is említettem, egyik nap például volt 20 fok felett a maximum érték hazánk legnagyobb részén, amint egy ilyen hidegfront átvonult és kifejtette a hatását gyorsan, 24 óra leforgása alatt, tehát 10-15 fokos hőmérséklet csökkenés volt tapasztalható. De hogy a november első hetéről is beszéljek, egészen pontosan a november 4-éről, azaz múlt hét csütörtöktől, hát meglehetősen rapszódikusan alakult akkor a légköri helyzetünk megint csak, ugyanis egy Nyugat-Európa térségében kiépülő, illetve kimélyülő ciklon előterében déli-délnyugati áramlással igencsak meleg, szubtropus eredetű léghullámok érték el a hazánk területét. Ennek az is lett az eredménye, hogy azért éleződtek az úgynevezett hőmérsékleti kontraszt viszonyok, még északon csak 11-17, addig délen 18-25 fok között alakult a hőmérséklet, és egy korábbi országos meleg rekord is megdőlt ehhez a naphoz kapcsolódóan, amit egyébként még 1963-ban 24,7 fokkal a szegedi külterületi állomásán regisztrált az Országos Meteorológiai Szolgálat. Nos, ez a rekord most már 24,8 fokkal a 2021-es esztendőben Dombegyházához kapcsolódik, és hát az is elmondható egyértelműen és kijelenthető, hogy nyári napnak megfelelő hőmérsékleti tartományt ebben az időszakban tehát még nem mértünk, mármint ebben a 120 éves időintervallumban, úgyhogy erre 2021-ben példa volt, és hát megint csak szélsőségekkel teli időjárással nézhettünk szembe november első napjaira tekintve. Nagyon bejött most egyébként ez a hidegpárás időjárás, ez minek köszönhető? Így van, most már elérkeztünk a meteorológiai értelemben vett utolsó őszi hónapunkhoz, azaz a novemberhez, amikor is egyre gyakoribb most már az őszre utaló köd, illetve pára a hajnali időszakban, illetve ilyenkor már alacsony szintű rétegfelhőzet, vagy egy hidegpárnás helyzet is létre szokott jönni, amely azért általában a késő ősz és a téli féléves időszakban nem ritka jelenség ugye itt hazánkban és a Kárpát-medence területén. Egyébként a ködös időjárás az most már a napokra, következő napokra előre tekintve most már egyre inkább meghatározó szerepet játszik majd a légköri szituációt megnézve, és azért ennek a ködnek van egy jellemzője, illetve egy sajátossága, hogy mindig naplementét követően erősödik, és nagyságrendileg a másnapi napfelkelték teszi ki a fő idejét, ha így fogalmazhatok. De most már azért nem ritka az sem, hogy a nappali időszakban ez a rétegfelhőzet és ez a köd tartja magát a makacsul,
és ennek a rétegfelhőzetnek a tengerszint feletti magassága nagyjából 6-700, esetenként 800 méter körül terül el. Ilyenkor e fölött, a réteg fölött csodálatosan süt a nap, viszont az alatt eső területeken borongós párás egyhangú az időjárás. Hát ilyenkor szokott az fennállni, hogy például fent Kékestetőn verőfényes napsütésben jóval melegebb van, mint például lent Gyöngyösön, ahol makacsköd tartsa magát, és a látótávolság bizony akár 50 méter alá is csökkenhet. Így van, ugye, mint említetted, ködös reggelek, néha esik az eső is, azért a frontérzékenyeknek ez mit jelent? Az időjárási frontra érzékenyeknek mostanában azért nincsenek nehéz napjaik, hiszen azért most időjárási front maga nincs hatással az emberi szervezetre. Ugye azért most jelenleg a héten a magasban melegedés zajlott le, így a meleg frontra érzékenyeknél volt megtapasztalható fejfájás, vérnyomás, ingadozás, koncentráció, képesség csökkenésnek a fennállása. A következő napokban még, tehát most pénteket írunk, vasárnapig egyértelműen nem kell számítani fronthatásra, majd valamikor hétfőn egy hideg front érkezhet, akkor már a hideg frontra érzékenyek érezhetnek panaszokat maguknál. Ilyenkor már fennállhat az ízületi panasz is, illetve a porckopásos tünetek is fennálló tényezőt játszhatnak. Illetve nagyon fontos, hogy mivel most már téli időszakba lépünk, ezért mindenképpen ajánlott a vitamin pótlása, illetve a folyamatos vitamin bevitel, ezáltal ugye erősítve az immunrendszerünket is, hiszen azért napos időjárásnak most már majd kevésbé örülhetünk, mely bizony a D-vitamin hiányának köszönhetően sajnos súlyosan növelheti nálunk a melankólia esélyét is. Milyen időjárásra számíthatunk az elkövetkezendő napokban, hetekben? Ha a következő napokra megnézzük a várható részletes időjárási prognózist, akkor azt tudom elmondani, hogy azért most a következő 2-3 éjszaka során még inkább ez a rétegfelhőzettel tarkított ködös időjárás lesz meghatározó, ahol éppen jobban kiderül az égbolt, hogy nyilván az erőteljes kisugárzás és a szélcsend előeredményezi mindazt, hogy a hőmérséklet jobban mélyre süllyedjen, tehát negatív tartományba keményebb fagyok is létrejöjjenek. Ez nagyjából olyan most -4-5 fokot takar, tehát nem is annyira kemény fagyot, de ahol inkább ilyen felhősebb rétegfelhőzettel lesz meghatározott az éjszaka, ott nagyságrendileg ilyen 0+2 fok körüli minimum értékekre számíthatunk. Napközben tehát nem nagyon akar majd ez a rétegfelhőzet és ez a ködös időjárástől zsugorodni, illetve feloszlani. Ahol kisüt a nap, ott mindenképpen melegebb időjárásra számíthatunk. Így, tehát a hőmérsékleti viszonyok is ennek tükrében alakulnak, a tartósabban borult felhős tájakon csupán 5 és 10, még a naposabb tájakon 10-13 fok közötti maximumokra számíthatunk, és mint ahogy már említettem is, hétfőn egy hidegfront érkezése prognosztizálható, de ennek a hidegfrontnak még a kimenetele még most is meglehetősen bizonytalan, hogy miként érkezik meg, illetve hogy a hátoldalán érkező hidegebb levegő miként befolyásolja majd Magyarország időjárását. Ami most látszik, hogy ugyan néhány fokos hőmérséklet csökkenés tapasztalható lesz, de azért semmiképpen nem kell megint bedőlni a szenzációhajhászattal ellátott kattintás és lájkvadászatos médium oldalaknak, akik bizony már a mindenféle brutalitással jellemzett irományaikkal lehozták már a hét elején, hogy milyen brutális lehűlés és hidegbetörés várható akár havazással. Nos, csapadéknak nagyon nüansznyi az esélye, ami esik, az inkább még mindig eső lesz, mert hogy kellőképpen megfelelő, illetve magas pozitív tartományban lesz még a nappali órák hőmérséklete. Esetleg azt el tudom képzelni, hogy a hegyvidéki területeken, illetve a magasabban fekvő helyeken átmenetileg megpillanthatjuk megint a szilárd halmazállapotú csapadékformát, de ez csak hópelyhek formájában, ebből tartós összefüggő hóréteg egyenlőre még szinte biztosan nem fog kialakulni, annál is inkább, mert hogy azért a jövő hét közepén megint csak lassú-lassú melegedés prognosztizálható. Hát Zsolt, érdeklődve hallgatjuk itt, amit mondasz, és egy kicsit olyan össze is rendül az ember ezen a -4-5-ön. Igaz, amit említettél is, hogy nem olyan sok. Én megköszönöm neked, hogy itt voltál velünk, és Skype-on rendelkezésre álltál, de azért még egy kérdést felteszek. Említetted, hogy sokan a lájkvadászat miatt, mi csak azért, mert annyira érdekel minket, hogy fehér lesz a karácsonyunk? És hát el is érkeztünk a számomra
legjobb részhez, így az utolsó kérdésre, amit most így felszegeztetek, illetve feltettetek felém, hogy így áttérve az évvégi ünnepekre, hát így november 12-én ki lehetne azt bátran jelenteni, hogy az ünnepekre fog-e havazni, illetve hogy ki a fehéredhet a táj. Nos, hát egy felelősségteljes szakember ezzel kapcsolatban. Így november 12-én este kijelentést nem tesz, illetve ha tenne, az egy nagyon felelőtlen kijelentés lenne a részéről, ugyanis a pontos prognózist az időjárási helyzetben a modellfutások alapján maximum 5-7 napra lehet biztonsággal, illetve pontossággal előrejelezni, de vannak még olyan helyzetek is, amikor ezt az időintervallumot is lejjebb kell rövidíteni, de például amikor egy anticiklonális helyzet fut be, és teljesen stabilnak és bizonyosnak, illetve biztosnak mondható a légköri helyzetünk, akkor ezt az időintervallumot, amit az előbb említettem, ezt az 5-7 napot akár még ki jó 2-3 nappal meg is lehet fejelni, akkor akár 10 napra is biztosra lehet mondani az időjárással kapcsolatos információkat. Gyorsan összetettem. És tulajdonképpen, tehát, hogy rá is térjek az ünnepekre, ezzel kapcsolatosan most még nem tudok semmit mondani, mint hogy még a december elejével kapcsolatosan sem, illetve hogy milyen tél várható, még mindig nem, bár már a múlt hónapban is kérdeztétek, viszont nagyságrendileg pontosan egy hónap múlva, már december 12-ét írunk, akkor azért már, hogyha megejtünk egy ugyanilyen interjút és beszélgetést, akkor már próbálok kézzel, ésszel és kézhez fogható választ biztosítani ezzel kapcsolatosan, hiszen most még nem lehet, illetve, tehát mint említettem, is nagyon felelőtlen lenne, de vannak azért arra utaló jelek, de még mindig mondom, meglehetősen nagy a bizonytalanság ezzel kapcsolatosan, illetve még érdemes fenntartásokkal kezelni, hogy azért ez a tél várhatóan hidegebb lehet, mint az elmúlt években megtapasztalhattuk a tartós észak-észak-keleti áramlásnak köszönhetően, de erről akkor majd jövő hónapban beszélgetünk egy kicsit, illetve akkor már részletesebben fogok tájékoztatást erről biztosítani, és akkor most szeretném megköszönni, hogy újra itt lehettem veletek, és minden kedves televíziónézőnek további szép estét kívánok! Köszönjük szépen, Zsolt, még egyszer, hogy rendelkezésünkre álltál. Hát mi nem vagyunk lájkvadászok, na de hát kérem szépen, mégiscsak december 12-e, nem tudom milyen napra esik, de a körül biztos, hogy hívjuk még egyszer Zsoltot, és hát ha tényleg elárulja nekünk, hogy fehér lesz az a karácsony. Nagyon jó lenne már. De megyünk tovább, 4 országból összesen 38 fiatal érkezett Magyarországra azért, hogy az utcai művészet erejével fontos társadalmi kérdésekre irányítsák az emberek figyelmét. Az ifjúsági csereprogram 10 napig tartott, és többek között Gyöngyösre is ellátogattak a fiatal alkotók. Ez egy ifjúsági csereprogram, amelyet az Erasmus Plus program támogat. 4 országból van itt 36 fiatal, ebben benne van már a magyar csapat is, ami 8 fő. Emellett még ketten segítjük a programot. Ezt úgy kell elképzelni, hogy hát most jelenleg Bánkon vagyunk, ott van a szállásunk, egy helyen tölti a csoport az egész hetet. Amit most látunk, az már a program vége felé járunk, ezen kívül még egy napunk van. Egy hetet töltünk együtt, az elején olyan témákról beszélünk, hogy mit jelent az aktív állampolgárság, milyen problémák vannak a fiataloknak a lakókörnyezetében. Jellemzően tinédzserek vesznek részt, legtöbben 18 alattiak, van néhány, aki most fejezi be a középiskolát. Úgyhogy azonos korcsoport. Hogy lettek összeválogatva, hogy tudtak ide jelentkezni hozzátok mindenhonnan? Ez úgy néz ki, hogy ez a harmadik alkalom már, hogy ezt a csereprogramot megvalósítjuk, aminek a lényeg a street art, hogyan lehet etikusan graffitit használni, hogyan lehet egy társadalmi üzenetet megjeleníteni a graffiti segítségével. Így Gyöngyösön második alkalommal csináljuk meg ezt, utoljára azt hiszem 3 évvel ezelőtt volt, akkor a belső terünket próbáltuk egy kicsit feldobni. Ezeknek is mind volt egy üzenet, az egyiknek az, hogy vajon tudunk-e egyenlőek lenni, tisztességgel viselni egymás iránt.
a másik a békéről szól, hát most pedig a külsejét gondoltuk, hogy kifestjük a tanodának. Úgy lehetett jelentkezni a programra, hogy van négy partnerszervezetünk, Észak-Macedóniából érkezett egy csoport, Romániából érkezett egy csoport és Lengyelországból. Mi vagyunk a negyedikek, tehát így jön össze a négy ország, amelyik részt vesz. Ami érdekes, hogy hasonló városokból érkeztek a fiatalok. Lengyelországból is egy kisebb településről, Gyöngyöshöz hasonló településről, a románok Resicebányáról érkeztek, ami ugyan kétszer akkora, de hát egy ilyen miskolci jellegű exiparváros. Úgyhogy nagyon sokan kiemelték azt, hogy kevés az olyan lehetőség, ami a fiataloknak vonzó, nagyon magas az elvándorlás, és hát sokan a szegénységet is kiemelték, illetve egymás megértésének a hiányát. Ami végül is a koncepció itt mögöttem szépen alakul a falon, az kettős, az egyik az, hogy a tanodánkra felhívja a figyelmet az erre járóknak. A közös motivum az a méhek lesznek, illetve a méviasz, mondván, hogy ide a tanodába bátran be lehet jönni és közösen alkotni. Illetve a sokszínűségre szeretném felhívni a figyelmet. Úgyhogy készítettünk fotókat is több résztvevőről. Az egyik egy lengyel résztvevő a programon, a másik egy évet itt töltő önkéntesünk a tanodában, Boszniából, és egy tanodai tanulónk, és hát ez is a sokféleségre reagál egy kicsit. Az ő arcaik is fent lesznek majd a tanoda falán, úgyhogy reméljük, hogy hívogató lesz. És akkor az ábrák, a színek azok kifejezetten, hogy a sokféle sokszínűségnek ugye a jegyében születtek. Van-e még valami plusz üzenete, vagy vannak-e olyan ábrák kifejezetten, amik plusz még valamit így szeretnének üzenni a társadalom felé? Mert azért, hogyha én jól emlékszem, a graffiti ugye az kivált kép egy olyan utcaművészeti műfaja, ami azért úgy indult, hogy először egy ilyen görbetükröt, egy ilyen fricskát is közvetített ugye a mindenkori társadalomnak, hogy most így van be bennetek ilyen töltés, amivel szeretnétek megmutatni kicsit ilyen provokatívabban, hogy merre kéne haladjon a világ, és hogy egyébként meg mennyire nincsen jó úton. Nagyon jó megfigyelés, az a szín összetétel az pont erre szeretne reflektálni, a sokszínűségre, illetve alapvetően a befogadásra, és arra, hogy bizony vannak szegénységben élők, és olyanok, akiknek nem biztos, hogy olyan javakon kellene ülnie, amin nem muszáj. Tehát jobb lenne az, hogyha mindenkinek lenne most mit tejbe aprítani, erre is szeretnénk reflektálni ezzel a festménnyel. Az országos BMX bajnokságon harmadik helyezést, a nemzetközi bajnokság részén pedig negyedik helyezést ért el profi kategóriában Nagy Dávid, a tehetséges sportoló már itt is ül velünk szemben. Sziasztok, jó estét mindenkinek! Hát Dávid, régen nagyon sok versenyre jártál te is, és rendesen megmérettetted magadat, aztán volt egy kis leállás, ennek mi volt az oka? Igen. Több másféle sportba is belekezdtem a BMX-es karrierem alatt, és beszedtem egy-két sérülést, illetve az egész sport egy kicsit megállt Magyarországon. Az egész extrém sport mozgalom, vagy élet, mondhatjuk úgy, egy már 4-5 éve lassan. Akkor ez nem a Covid miatt? Ez nem a Covid miatt történt, az én sportom az különösen megállt, de most úgy néz ki, hogy vannak fiatalok újra, vannak, akik komolyabban foglalkoznak vele, akár egyesületi vagy szövetségi szinten is, és így lehet, hogy egy kicsit tüzet csiholnak a dologba. És akkor hogy jött az most nagy hirtelen, hogy mégiscsak megint elkezded és hát ez indulsz úgy jött, ezen a versenyen? Azért nem hagytam teljesen abba a BMX-ezést, az utóbbi 2-3 évben egy kicsit csökkentett üzemmódba pörgettem magam, egy-két havonta azért néha kijárok, szinten tartom magamat, mert éreztem, hogy lehet, hogy lesz még ilyen időszak, ami egy kicsit komolyabban vehető lesz, és akkor, hogyha úgy van, én is még visszaszivárognék, bár nem tudom, hogy így már én 33 éves vagyok, hogy mennyire fogok tudni komolyan versenyezni, de nem vetem mert el a már dolgot. Öreg vagy. Hát az öreg szót azt... Nem, hát a sportolóknál különben tényleg úgy van. Én nem tudom, hogy nálatok a BMX-be... Mindenhol, szerintem. Mindenhol. Persze. Hát, hogy sakban nem. Én azért nem sportolom. Én tök öreg vagyok már a sporthoz, bocsánat.
Viszont lehet, hogy a fiatalokat tudom egy kicsit tanítani, mert vannak ilyen tervek, most nagyon sok 8-13 éves fiatal van, fiúk, lányok, akik heti 5 nap is, ha jól tudom, gyakorolnak, itt Magyarországon felügyelettel komolyan, és mikor ezt megtudtam, megláttam, akkor én is kitaláltam, hogy lehet, hogy érdemes elmenni egy versenyre, szétnézni, felvenni a kapcsolatot. Igazából én most csak ezért mentem el erre a versenyre, hogy és ez pontosan ez milyen verseny volt? Egyáltalán hogy nézett? Igen, hogy igen. Ez egy nemzetközi nyilván. Hát én ezt a végén tudtam meg, hogy egy kicsit nemzetközivé avanzsálódik. Én úgy mentem, hogy ez egy országos bajnokság lesz, és majd a haverokkal beszélgetek egy kicsit, mert nem találkoztunk az utóbbi években. De így alakult, hogy egy egész komolyan szervezett kis verseny volt, amit benne volt a Magyar Kerékpáros Szövetség is. Tehát ők már nézegetik ezt a sportot, hogyha komolyan vehető lesz, a sportolók is úgy állnak hozzá, akár olimpiai irányba is lehet terelni. Úgyhogy lehet, hogy én is 33 éves vagyok, meg nem vagyok már olyan komolyan vehető, mint versenysportoló, de ha úgy alakulna, én is belemennék ebbe a dologba akár. És ugye erre igazából, ha jól tudjuk, akkor nem nagyon készültél, mert... Hát erre olyan szinten nem készültem, hogy versenyezni se akartam. Uh-huh. És amúgy nem is ment olyan jól aznap a biciklizés, még ahhoz képest se, hogy nem készültem, viszont a döntőbe pont bejutottam, és a döntőbe meg sikerült valahogy az a 3 percre tudtam meditálni. Igen, itt közben láthatjuk is. Ez az elődöntő, itt nem ment olyan jól. Ez az a kör, amivel épp hogy bejutottam a döntőbe is. Csak a szerencsém volt. Előrefelé sem tudok biciklizni, nem, hogy így hátrafelé. Biztos, hogy felborítottam volna a díszletet szerintem. De ne rólam beszélgessünk, rólad. Mesélj már még egy picit azért magadról, persze, hogy mióta BMX-ezem, miért pont ez a sportág volt az, ami megfogott téged úgy igazán? 20 éve BMX-ezem az idén. Azt ez már nem olyan kevés idő. Mikor elkezdtem ezt a sportot, még nagyon fiatal voltam, 12 éves, vagy nem tudom, 11-2 éves, 13. Nem tudom pontosan, és akkor még nem tudtam, hogy mit akarok ezzel az egésszel, de 1-2 éven belül versenyzésre fordult, és aztán lenyomtam egy karriert, ami úgy tartott, nem is tudom, 2013-4-ig körülbelül aktívan. Aztán utána jött egy komolyabb sérülésem, elkopott a vállam. Először kificamodott, aztán egy kicsit el lett hanyagolva, nem lett megműtve, nyilván az orvos és én is közrejátszottunk ebben, de végül megműtötték, és ez nagyon sokat kivett, egy-két év úgy telt el, hogy nem is nagyon tudtam igazán sportolni. Aztán nehéz volt összekapni magam, szétesett maga a sport is Magyarország szinten, az összes profi majdnem inaktív lett, és így szépen széthullott. Uh-huh. És bocs, mondjad. Mondjad, nyugodtan. Én még azt szerettem volna kérdezni, hogy így már gyerekkorodban is a kis biciklin, te így ugráltál, meg ilyen taposókat szeretettél, és akkor ezért meg is maradt? Nem, de viszont érdekes most, hogy így mondod, nagyon... Hogy mondjam, eleven gyerek voltam a biciklin, már picibe is, mikor a nagyapám és az édesapám megtanítottak biciklizni. És állandóan elestem, mindenkinek nekimentem, patkáról leestem, szóval... Engem az érdekel, hogy hol tudtál gyakorolni, mert azért ugye, főleg ilyenkor, amikor jön ez az őszi-téli időszak, azért elég nehéz, gondolom én. Tehát, hogy hol volt olyan helyed, ahol tudtál bent gyakorolni? Hát ez úgy nézett ki, hogy a karrierem alatt nem nagyon volt túl sok időszak, amikor igazán tudtam télen gyakorolni, vagy ha bejött a rossz idő. Fiatalon még középiskolába jártam, a Gyöngyösi Kereskedelmibe jártam, és itt a tanároknak köszönhetően télen bejárhattam kerékpározni a tornaterembe. A Batthyány térre ez egy hatalmas segítség volt, életemben itt egyedül, ahol talán tudtam télen készülni, a telek azok kiestek. Vagy ha kimentem a hóba, hidegbe esetleg akkor. Itt most látunk egy másik felvételt, ezt egyszerűen kommentált, hogy ő... Ez ezeknek próba. Van neve ezeknek a figuráknak egyébként, mindegyiknek? Hát ezeknek igen, van neve, és mindegyik különböző. Ezt a videót azért rögzítettem kizárólag, mert már nagyon régen nem volt rólam BMX-es anyag, szerintem már éves viszonylatban mérhetően. És akkor gondoltam, hogy most nagyon sokat sportolok, igaz, nem BMX-ezek, de testileg úgy viszonylag karban vagyok tartva, egész jók magamhoz képest a reflexeim. Gondoltam, egy délután rászánok, és ezt láthatjuk itt. Ezután nem sokkal jött a videó, és a verseny, és akkor arra gondoltam, hogy ez a videó a versenyre való felkészülést prezentálja. Egyébként ezt nagyon nehéz így betanulni, egy ilyen figurát? Ez azért nehéz megmondani, hogy igen, nehéz, de van, akinek könnyebb, van, akinek nehéz. Viszont én, hogy már így 20 éve csinálom, én már olyan gyakorlatokat csinálok, amiknek egy része eredeti, saját. Tehát én találtam ki, és ezt nem tudom elmondani másnak, hogy amit senki se csinál, hogy az milyen érzés. De azt viszont el tudod mondani szerintem, hogy miért jó BMX-ezni? Tehát aki most akár lát téged, és látja a felvételeket,
Tehát miért ajánlod ezt a sportot? Hát ez egy félelmetes készségfejlesztő tevékenység, mind agyi szinten, mind testi szinten. Tehát az érzékeket nagyon sok mindenre nevel, az agynak a két féltekét is tornáztatja össze, hú, rengeteg készséget felhozhat ez a sport, és akik BMX-eznek, azoknak szokott olyan lenni, hogy más sportokban is jók, bár ez több sportban is oda-visszahathat, ugye. A gördeszkások és BMX-esek is most már manapság nagyon divatos extrém rolleresek között se ritka, hogy a másik eszközével tudnak a sportolók nagyon ügyesen teljesíteni. Tehát azért ehhez kell egy álló képesség. Hát, egy több év alatt kialakított gondolkodásmód, meg egy fizikum, ami erre alakul ki évek alatt. Ugye minden sportnak, ami létezik a klasszikus sportokban is, több év, mire a test megszokja, felkészül és képes csinálni, itt is ez a tip. Hú, nagyon sok sérülésem volt, sokat voltam kórházba, és én még meg is úsztam, azt kell, hogy mondjam. Igen. Jézusom. Én ezeket figyelve, tehát így azt sem tudtam, hogy merre dőljek. Annyira gondolom, sokat gyakoroltál, begyakoroltad, és akkor tehát ez is olyan, mint a korcsajázás, hogy pontosan. Egy évben egyszer veszi fel, vagy egyszer egy hónapot, két hónapot veszi fel az ember, utána egy kicsit elfelejti. Hát nem tudom. Én bármennyit készülhetnék. Mi a folytatás? Tehát most versenyeztél, nagyon jó helyezést értél el. Mi a folytatás? Hát ezt nehéz megmondani, ugye még pár napja ért véget a verseny, és én oda úgy mentem, hogy csak pihenni fogok, beszélgetek a haverokkal, esetleg egy versenykört lemegyek, úgyse jutok be a döntőbe. És most azért megváltozott, mert ott a verseny után megkerestek minket a Magyar Kerékváros Szövetségtől egy bemutatóra, és hogy egy bemutatkozásra, egy ilyen kis rövid hangban felvett interjúra, és ott is csodálkozva kérdezték, hogy most ezt hogy értem, hogy nem biciklizek most, és itt vagyok a versenyen. És hát most az a terv, hogy megtetszett ez a dolog újra, és lehet, hogy újra egy kicsit komolyabban belekezdek, de most jobban érdekelne a fiatalok nevelése és egy kicsit a terelgetése, mert még ha akár én futok egy 5-6 éves karriert is, az nem biztos, hogy a legjövedelmezőbb. Látsz arra a lehetőséget, hogy összehozni egy kis csapatot? Van. Tehát akár egy kis egyesületet, van, vagy ez nem Gyöngyösön van. Tehát Gyöngyösön az extrém sport élet az kis hián megszűnt. Uh-huh. Itt nagyon komoly extrém sport élet volt még egy pár éve, nemzetközileg elismert profi BMX parkos, én mint flatlandes, volt egy rolleres srác, aki nemzetközi profi volt, hatalmas trükkökkel, gördeszkásaink is voltak, de viszont amikor az egyesületet megpróbáltuk csinálni, annyira nehéz volt fenntartani, illetve a fiataloknak annyira nem volt affinitása a hivatalos ügyek intézéséhez, hogy szétesett az egész. És a végére egyedül maradtam, és egyedül egy egyesületet vinni nem túl poén. Sokba kerül, sok energia. Hát minden esetre gratulálunk neked, meg hát sok erőt, meg sikert, hogy hát, ha majd tudod valami egyesületben azért ezt mégiscsak folytatni. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Én is nagyon köszönöm. Ennyi volt a második rész, hamarosan folytatjuk, ne menjenek sehova.